A tavalyi év végén úgy döntött a kormány, hogy a 2012-es évben 20 milliárd forint adóbevételről lemond a sport javára. Ebből az összegből a Magyar Labdarúgó Szövetséghez került mintegy 16 milliárd forint, amit elsősorban az utánpótlás nevelés támogatása céljából osztottak szét a különböző egyesületek között. A Püspökladányi Labdarúgó Egyesület is benyújtotta pályázatát, melyen közel 3 millió forintot nyertek. Igazából nekünk ezt a pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez kellett benyújtani utánpótlás nevelési célokra, mint kiemelt látványsport, ugye a labdarúgás is részesülhet ezekben a támogatásokban, ezért több hetes, illetve közel két hónapos munka után összeraktunk egy olyan sportfejlesztési programot, ami ugye része is volt a pályázatnak, tehát kötelezően tartalmaznia kellett egy egyéves ciklust felülelő időszakot, amiben olyan célokat kellett meghatározni, amelyek mindenféleképpen az utánpótlás nevelés segítik. Ezt a pályázatot benyújtottuk tavaly szeptember 15-én, decemberben megkaptuk a támogató nyilatkozatot, ezután kellett még megtalálunk azt a vállalkozást, aki ugye ezt a pénzösszeget a társasági adójából a mi számlánkra utalja. Ezután, mikor őt megtaláltuk, akkor az MLS-szel kötni kellett egy együttműködési megállapodást. A vállalkozó az egyesülettel, illetve az egyesület az MLS-szel. Miután ezt megkaptuk, utána történhetett igazából az érdemi munka, beszerzések, egyéb dolgok. Az amatőr csapatok 3 millió forintos összeg határig pályázhattak az utánpótlás nevelés feladatain belül, többek között sportszerekre, felszerelésekre, utazásra, gyógyászati segédeszközökre nyújthatták be igényüket. Az egyesületeknek bizonyos összeghatárig lehetőségük volt pályázni. Ez különböző egyesületek osztálytól függően pályázhattak, és ezek a pályázatok elsősorban utánpótlás nevelésre, azon kívül különböző versenyek szervezésére, az utazási feltételekre, illetve az itt látható felszerelésekre használható fel. Meghatározott arányban lehetett ezeket a pénzeket elosztani, kisebb egyesület az egy összegre pályázhatott, nagyobb egyesületek természetesen, mint akadémiák, vagy elsőosztályú klubok, vagy másodosztályú klubok kicsit nagyobb összegű támogatást kaphattak. De a cél az, hogy ezek a pénzeket, amelyek az adófizetőknek a pénzéből lehetett felhasználni, a 70%-át, általában a 70-80%-át az állam biztosítja, a 20%-át vagy a 30%-át viszont az egyesületnek kell kitermelnie, és hát mondhatjuk azt, hogy kicsit összekoldulnia. A pályázathoz természetesen önrészt is kellett biztosítani. A különböző jogcímeknek különböző százalékban határozták meg az önerejét, az utánpótlás neveléshez 10%-ot, a tárgyi eszközökhöz pedig 30%-ot kellett biztosítani az egyesületeknek. A Püspökladányi Labdarúgó Egyesületnek 410.000 forintot kellett előteremtenie a pályázat sikere érdekében. Ezt az önkormányzat által a működési költségeikre adott összegből csoportosították át. Az önrészt hál' Istennek a Püspökladány Sportjáért Alapítvány éves támogatásából rendeltük hozzá a pályázatunkhoz, tehát igazából ez önkormányzati támogatás, amit ugye az alapítvány biztosít, illetve oszt el az egyesületek számára. Ezt próbáltuk hozzárendelni olyan formában, hogy azokra a jogcímekre, illetve feladatokra, amire ugye költeni kell százalékos arányban, nekünk ezt mellé kell rendelni. Úgyhogy az önrészt így sikerült biztosítani. Most ugyanakkor ez a forrás az éves egyéb költségvetésünkből kiesik, amit majd megpróbálunk egyéb pályázatokon, illetve támogatók megkeresésével pótolni. Az elnyert támogatás egy hónappal később érkezett a vártnál, ám addig az egyesület tagjai megfontoltan tudtak dönteni arról, hogy hol tudják a legkedvezőbb áron beszerezni a sporteszközöket. Egy részük már meg is érkezett, és ki is tudták próbálni a labdarúgók. Az első elem ez a úgynevezett létra, ami elsősorban mozgáskoordinációs, illetve mozgáskoordinációs képességet fejlesztő eszköz, amiben különböző futó, illetve szögdelő gyakorlatokat szoktunk csinálni. A másikak ugye ezek a lyukas 47 centis bóják, ezeknek az lenne a lényege, hogy karok tartoznak hozzá, és ezeket össze lehet állítani gátaknak, illetve ha középen szóljuk bele, akkor emberalkot is ölthetnek. A következő az a mozgáskoordinációs karika, ami szintén ugyanazt a
funkciót tölteni be, mint a létra, csak különböző variációs lehetőségei vannak, bármilyen formációba föl lehet ezt is állítani, illetve nagy előnye ezeknek az eszközöknek, hogy a használatokat össze lehet kötni, bármilyen feladatot tényleg rengeteg variációs lehetőséggel lehet alkalmazni. A sportszereken belül vásároltak még közel 60 darab labdát a gyerekek számára. Az eszközök, illetve a labdák egy része a gyerekek téli felkészülését segíti, amikor a tornatermekben, illetve sportcsarnokban tartják az edzéseket. A pályázat a gyermek, a serdülő, illetve a Bozsik programban résztvevő csapatoknak az utazási költségeit is biztosítja, valamint melegítőket és sportmezeket is tudtak vásárolni. Három csapatunknak is, három utánpótlás csapatunknak, az U9, U11, U13-nak teljesen új mezgarnitúrát vásárolunk, ez is egy komolyabb összeg ezen a pályázaton belül, illetve ott ugye az elején belemutatva az egyik ifjúsági játékosunkon azt az új melegítőt, amit a serdülés az ifjúsági csapat kap. Hát bízom benne, hogy ezek mind az előnyeinkre lesznek, és a mostani helyzetünknél csak jobb irányba mozdítják el ezt a dolgot. Néhány éve az előző elnökség is nagy energiát mozgatott meg annak érdekében, hogy a gyerekeknek biztosítani tudják a szükséges felszereléseket, és 60 darab melegítőt sikerült vásárolniuk kék-sárga színösszeállításban. A jelenlegi pályázatban hasonló színű mezeket vásárolt az egyesület, hogy egységes csapatképet mutassanak a püspökladányi labdarúgók. Emellett azonban a sportsérülések kezelése érdekében a különböző gyógyászati segédeszközöket, kenőcsöket is beszerezték a pályázaton belül. Ezek a dolgok annyiban segítik egyesületi munkát, hogy tényleg évek óta foglalkozunk már, én úgy gondolom, hogy viszonylag emelt szinten az utánpótlásunkkal, és most sikerült belőle olyan dolgokat beszereznünk, amire korábban nem volt lehetőségünk, ugye mert egyéb dolgokat kellett finanszírozni, de most azokat a dolgokat, amiket most megvettünk, itt főleg az eszközökre gondolok, ezek olyan anyagokból készültek, amelyeknek a kihordás ideje több év, tehát én úgy gondolom, hogy 6-7 évre most mindenféleképpen megalapoztuk azokat az eszközöket, amik tényleg sikeresek lehetünk utánpótlás nevelés szempontjából. Úgyhogy ez mindenféleképpen egyrészt beruházás is, mivel ugye az éves támogatásunkból erre el kellett különítenünk egy összeget, tehát most lesz olyan, amire kevesebb jut, viszont olyan dolgokat tudunk megvenni, amire eddig abszolút nem jutott. A labdarúgó egyesület munkáját természetesen az önkormányzat is figyelemmel kíséri. A Püspökladány sportjáért alapítványt is azért hozta létre, hogy ezzel a városunkban működő sportegyesületeket tudja támogatni. Természetesen önrésszel rendelkezniük kell az egyesületeknek, tehát az önrészt azt az önkormányzat az alapítványon keresztül biztosította az egyesületnek, ez 410.000 forint. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a sport alapítványon keresztül folyik a sportegyesületeknek a támogatása, ami azt jelenti, hogy minden évben februárban, amikor elfogadjuk a költségvetést, egy bizonyos összeggel, amivel támogatjuk a sportkuratóriumot, akkor az azt jelenti, hogy a kuratórium osztja föl az egyesületek között azt az összeget, hogy az egyesületek tudjanak boldogulni. Ez ebben az évben is így történt, februárban elfogadtuk a költségvetést, az összeg, amivel támogatjuk az alapítványt, 4.840.000 forint, és természetesen a kuratórium elkészítette azt a felosztást, amit az elmúlt években is megtett, hogy melyik egyesületet milyen összeggel fogják ez évben támogatni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek az utánpótlásra 40 darab melegítőt tudtak megvásárolni ebből a pénzből. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy tehát szépen tudnak megjelenni egy-egy mérkőzésen, mezeket tudtak vásárolni, tehát egyértelműen lehet majd azt látni, hogy összhangban van a csapat, és én bízom benne, hogy ez egy lendületet fog adni az ifjúságnak. Több sportegyesület is működik városunkban, akik eredményesen végzik munkájukat. A sportkuratóriumban lévő szakemberek pedig a sportágak eredményessége alapján támogatják az egyesületeket. A labdarúgásra külön figyelmet fordítanak, hiszen az utánpótlás nevelésben szép eredményeket értek el. Nagyon sok időt, energiát fordítunk bele, főképpen én is, hiszen rám van bízva a futballcsapatnak a felügyelete.
el kell mondanom azt, hogy nagyon jól szerepeltek a fiataljaink, főképpen ugye most az ifjúsági meg az utánpótlás nevelésben veszünk ki részünket, és ugye nyilván a pályázat is erre irányult elsősorban, és ugye mindent megtettünk, hogy ennek meg tudjunk felelni. Tehát az ifjúsági sportolóink, az ifi, a serdülő, ezek nagyon jól szerepelnek, benne vannak az első háromban általában. A nagy csapatunkkal küzdünk most, ők velük van egy kis probléma, nincsen elegendő létszámunk, és próbáljuk a fiatalokból pótolni ezt a létszámot. Hát bízunk benne, hogy nem lesz probléma, és benn maradunk a megye egyben. Hál' Istennek ugye az elmúlt időszakban az NB3-ban is szerepelt a csapat, és az egész országban megismerhették a város nevét ezáltal, hiszen mindenfele Püspöklalány neve megjelent. Ezek a fiatalok elviszik a Püspöklalány hírét, és ugye utóbbi időben annak idején a parlamentben is többször jelezték azt, hogy Püspöklalány milyen jól szerepelt a futball csapatával. A püspökladányi futball története az 1900-as évek elején kezdődött. A püspökladányi MÁV 1927-ben alakult több szakosztállyal, amelyek többsége a rendszerváltás után önálló utat választott. 2000-ben alakult meg a püspökladányi zöldászok labdarúgó egyesület, majd 2007-ben a püspökladányi labdarúgó egyesület, amelyben jelenleg 7 csapat működik. A felnőtt csapaton kívül 6 utánpótlás csapattal büszkélkedhetnek, ifjúsági serdülő, gyermek és 3 bozsikos korosztály, az U7, 9, illetve U11-es csapatok egyenként 15-20 fős létszámmal. Na nézzük, gyerekek! Passzold oda, és mehet! Átveszed, és vezeted, és jössz hátra fele! Jössz hátra, gyorsabban, gyere, gyorsabban! Gyorsabban, ez az! Hegedűs Gábor a Bozsik program keretén belül tart edzéseket a 11-12 éves korú tehetséges gyerekeknek, akik városunkból és a környékbeli településekről érkeztek, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező szakembertől tanuljanak. Célunk az, hogy a különböző korosztályú csoportoknál körzeti, illetve alközponti válogatott edzéseket tartsunk. Mivel itt Püspökladány egy körzetvezető szerepet tölt be, ezért a környező településeknek a tehetséges 11-12 éves gyerekeinek kell havonta foglalkozást tartani, válogatott foglalkozásokat tartani. Az én feladatom az, hogy segítsem ezeket a kis körzeti edzéseket szakmailag is, és a mai napon a környező településeknek a legügyesebb 2000-2001-2002-ben született, tehát a 12-11, illetve 10 éves gyerekeinek tartunk egy kis bemutató foglalkozást. A Püspökladányi Labdarúgó Egyesület csapatai közül a legjobb fejlődést az U11-es korosztály mutatja. Ide Bárándról, Sárétudvariból, Nagyrábéról és Karcagról is érkeznek játékosok, többen már ladányi színekben versenyeznek, és a legtehetségesebbek tovább igazolhatnak nevesebb futballcsapatokhoz. Az, hogy mit érhetnek el a futball a gyerekek, az még ilyen időskorban nagyon nehéz meghatározni. Igazából az utánpótlás nevelés célja az, hogy ugye egyrészt biztosítsuk hosszú távon a saját egyesületünknek a létszámát, illetve a megfelelő játékos állományát. A másik cél pedig az utánpótlásban mindenféleképpen az, hogy adjunk lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akik tényleg kinőnek a többi közül, mind tudással, mind akarattal, mind pedig technikai dolgokkal, hogy egy magasabb szinten próbálják meg ezt a futballt űzni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünkből az utóbbi években többen is eljutottak odáig, hogy most már Debrecenben rúgják a labdát. Püspökladányból került ki többek között Máté Péter, a DVSC játékosa, Karacs Péter, Szalóci Zoltán, valamint Kóródi Nándor, akit az olasz focisuli csapatában az összes korosztály közül a legtehetségesebb játékosnak választottak. Habár nem lehet mindenkiből válogatott vagy híres labdarúgó, de ezek az eredményes fiatalok pozitív példát állítanak a többi gyerek elé. Az ő sikerük ösztönzi őket arra, hogy még komolyabban vegyék a mérkőzések előtti felkészülést. Ezt a munkát könnyítik meg a most vásárolt új sporteszközök is.